Kedves Tibor, kedves Emese, Isten egyszer azt találta mondani, hogy nem jó az embernek egyedül. És gondolom ezt ti is jóvá hagyjátok, és így gondoljátok, és nyilván ez is benne van a döntésetekben, hogy ezért köttek házasságot, mert nem jó egyedül. Hosszú keresés után mégis úgy döntöttetek, hogy egybekötitek az életeteket. És az Isten rendben is. És most Isten szeretne tanácsolni titeket, mert mint minden házasságot kötő ember, egy olyan útra indultok el, amin most már együtt kell maradni. Kívánom számotokra ezt a vigyázó életet, és annak minden állását, hogy ebben bővölködjetek, és Isten így áldjon meg titeket ezen az úton, hogy mindenben tudjatok az ő útját. Kedves ifjú pár! Életetek legszebb pillanatait élitek át, amikor egyetlen szó kimondásával az egymáshoz való tartozásotok jogilag is rendezetté válik. Ezért kérdésemre legjobb érzésetek szerint hangosan, érthetően igennel feleljetek. Kedves Sándor Emese, akarsz-e egy életen át útársa lenni az itt jelenlevő Birau Tibor? Kedves Birau Tibor, akarsz-e egy életen át útársa lenni az itt jelenlevő Sándor Emesének? Örökkévaló Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztusban, áldunk téged a házasságért, és köszönjük, hogy emellé és ezen túl még adod a te áldásaidat, a te ígéreteidet, és mindazt, Uram, amire szükségünk van. Amen.